Sziasztok! Ma az ASRock Phantom Gaming RX590 OC-s kártyát fogjuk jobban szemügyre venni. Ezt pedig úgy fogjuk csinálni, hogy sorra vesszük azt, hogy mit érdemes tudni a kártyáról, mit tud a kártya játékok és szintetikus benchmarkok terén, és azt végül, hogy érdemes-e megvenni, meg lehet-e venni, és jó karácsonyi ajándéket. Az RX590-es kártya körülbelül egy éve jelent meg, és az RX580-at váltotta. Ugye az architektúrájuk ugyanaz, csak míg az RX580 14 nanométeren készül, addig az RX590 már 12 nanométeres. Ez ugye elvileg jótékony hatással van a fogyasztásra, de olyan mértéki tuningot kapott ez a kártya, hogy gyakorlatilag többet fogyaszt, mint a nagyobb csíkszélességen készülő elődje. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy míg mondjuk az RX580 körülbelül 185 wattot kér, addig az RX590 legalább 225 wattot kér, de a tuninggal együtt ez már inkább közelebb van a 250 watthoz. Szerencsére, ahogy láthatjuk, került a kártyára egy 8 pines tápcsatlakozó, és ennek segítségével a 250 wattot gond nélkül fel tudja venni a tápegységből. A hátulján pedig láthatunk egy nagyon stílusos fémlapot, ami segít a hűtésben, és a kártyának is egy elég jó tartást ad. A képkimenetek számára sem lehet panaszunk, ugyanis kapunk a DVI mellett 2 DisplayPortot és 2 HDMI csatlakozót is. Amit a hűtésről mindenképpen el kell mondani, az, hogy ezek a ventilátorok és ez a hűtés tud teljesen passzívan működni, tehát hogyha nem játszol, akkor tök halk lesz a kártya. Ráadásul a ventilátorok dupla csapágyasak és 3 fázisú motor van bennük. Ez azt jelenti, hogy nem csak halkabbak, de tovább is bírják, mint tradicionális társaik. Itt pedig beszerelve láthatjuk már a kártyát, a Corsair 650 wattos moduláris táp és a Ryzen 1600X-es proci között. A processzor összes magja fixen 3,9 GHz-en jár, a RAM-ok pedig 3100 MHz környékén. Az egész konfig pedig egy Asus P350F ROG Strix Gaming alaplapban foglal helyet. És az egész egy fehér Fractal R5 ház belsejében lapul. Lássuk is az első játéktesztünket, ami nem más, mint a Witcher 3. Azt a mindenit. Mennyi kecske. Ocskos banditák. Tényleg velem akarsz szórakozni? Ki vagy te? Mi van veled? Félbe váglak, mint baka kolbászt. Ó, ez elég nagyot ütött az állat. Nem csak elég lassúak. Na gyere, Maci, mi van veled? Ó, mind a kettő kidőlt. Lá-lá-lá. Miért van bezárva? Miért van az bezárva, amikor én be akarok menni? Mondja azt, hogy aluszik. Mondom, itt kellene lennie valamilyen ki... Anyád úristen, értem a... Nem ugrik fel, bazd meg. Figyelj, X. Én nekem az az ötletem, hogy menj be a folyóba, vagyis a tengerbe menj be, és akkor elalszol. Elaludt. Jó. De veled mi van? Ja, te vagy a főnök, értem. Val, ez nem... Neked nem lesz így jó, hidd el nekem. Hogy van? Én csak ezeket a zsákokat jöttem ellenőrizni. Erre mindenki megtámad. Hát... Ahogy azt a videóban is láthattuk, az RX590 OC-nak igazából a Witcher 3 meg se kottyan a 2560x1080-as felbontásban, még akkor se, ha ultrára állítjuk a részletességet, nagyon szépen lehet vele játszani. Meglepő módon jobban teljesít, mint az Nvidia 1060-as kártyája. Következő játék a Far Cry 5, amivel még soha... Nem, tényleg soha nem játszottam még. Úristen, kibaszott tehén! Kurva repülő! Legalább eltalált a sajátját is. Ez lehet, hogy rossz ötlet volt.
belőjük. Mondom, segbe lőjük. Ja, nem lőjük segbe, mert itt van. Most lőjük segbe. Segbe lőttük. Good idea. Could have something we need. Good job putting out the research station. Hát itt már volt. Akkor nem tudom, hogy... kell csinálni az ott... Ott jól el van. Egész ügyet. What the hell was that? Jaj, de arcba lőttünk. Veled mi van? Ó, te is kérsz. Elhúzt. Hát igen, így járnak azok, akik... öcsögök. Ebben a játékban a három kártya elég közel van egymáshoz, de talán ugye az 590 OC annyival jobb a túlhajtott 580-asnál, hogy még magasabbak az óra jelei, és ezért egy pár frémmel többet tudunk kicsikarti belőle, és igazából a 1060-nak sincs szégyelnivalója, de azért mégsem ő van itt az élen. A következő játék pedig nem is lehet más, mint a Tomb Raider. Úgyhogy nézzük csak, volt ez, ezzel mi a helyzet. Gyerekek, ez nagyon jó volt. Az a helyzet, hogy az ott nagyon szép. Nagyon szép, nagyon jó. El kell vágni, ezt tudjuk, mert ezek megölnek, ha nem vágod el. Ja, azok megölnek. A geci. Igen, de ezt előbb vágtam el, úgyhogy engedd már el. Engedd el! Az meg nem engedi el. Engedd el! Engedd el! Engedd el azt a szart, bazd meg! Nem hiszem el, nem engedi el. Csak tekeri. Az meg csak tekerni tudja, hát megőrülök. Érted, bármit nyomok, nem. Ah, elengedte, geci. Most lesz a jó. C-t kell nyomni. Na hát, ki gondolta volna? Ez nagyon jó lesz itt. Minden szép az. Minden szép az. Jaj, de jó. Ez... Istenem. Hát ez így nem lesz jó. Nem mondod, hogy bazd meg nem tudta... Nem tudta egy két centivel arrébb ütni azt a szart. Mi lehet most jobb? Istenem, bazd meg. Hát ez nem hiszem el. Előre ugrok, akkor az ott fönn megy. És meghal, bazd meg, meghal. Innen ráugrok arra. Innen ráugrok erre. Nem értem. Mondjuk mi van, ha gyorsan ugrok? Még az lehet. De bazd meg! Hát mit csinál? Hát ezt akartam az előbb is, bazd meg. A Tomb Raider végre egy jól optimalizált játék, habár egy kicsit stresszes, de ettől függetlenül teljesen jól látjuk azt, hogy mik az erőviszonyok ugye ebben a szegmensben és a három tesztelt kártya között. Az utolsó játék egy nem jól optimalizált játék, de nem hagyhattam ki, mert érdekelt, ingyen volt, és mondták is, hogy ezzel is teszteljem, úgyhogy lássuk az Arkham Knight-ot.
Hát közben rájöttem, hogy itt igazából sok látnivaló nincsen, ugyanis nem tudtam, hogy melyik gombbal kell lőni, és hát ez egy elég hosszú autós csata. A történetben annyira nem mentem bele, mert igazából egy lengeruhás Poison Ivy-t kell fölvenni, és aztán egy kiürült városban nyomozni, amiben csak bűnözők vannak. Lehet, hogy egy kicsit több játékidővel valószínűleg jobban átlátnám, de így első körben nem annyira jött be. We need to leave. The master of understatement as ever. I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. Annak ellenére, hogy nem jól optimalizált, vagy talán éppen azért, itt is egy nagyon szép erős sorrendet láthatunk a három tesztelt kártya között. Nagyon jól látszik, hogy az 590-es tuningolt verziója egyértelműen vezet, az 580-as kicsit mögötte van, és a 1060 pedig még jobban lemaradva a harmadik helyen ér csak be. És ahogy mondtam a videó elején, nézzük meg a szintetikus teszteket is, ehhez a Heaven-t és a Valley-t használtam. Igazából ez direkt X11-es sztori, azt láthatjuk, hogy ha valaki a benchmarkokkal szeretne játszani ilyen felbontásban, ultra részletességgel, akkor ahhoz ennél erősebb kártya kell. Amennyiben ugye tovább megyünk és megnézzük a Direct X12-es Time Spy tesztet a 3D Mark-tól, ott azért lehet látni, hogy ez a GPU nem olyan rossz játékra, és a DirectX 12-vel egészen jól boldogul. Amennyiben a videóban szereplő kártya megtetszett neked, találsz egy linket a videó alatt, ahol nagyon kedvező áron ezt a kártyát megveheted, megrendelheted, vagy bármelyik a tesztben szereplő kártyát megvásárolhatod elég kedvező áron, és akár még karácsony előtt átveheted, de ha nem, két ünnep között biztosan. Én köszönöm szépen a figyelmet, és ha idáig eljutottál a videóban, akkor bizony jár neked is az ajándék kex. Nyilván nem ez, egy teljesen érintetlen. Kommentben jelezd, és megoldjuk valahogy, hogy eljusson hozzád. Mint mindig, most is nagyon örülök, hogyha megnyomod a lájkot a videó alatt, ezen felül a feliratkozás gombot, és ha még a leírásban rákattintasz egy linkre, az zseniális. A következő videóban nehéz súlyú kártyákat fogok bemutatni, vagyis már nem annyira nehéz súlyakat, de a mostaniaknál jóval erősebbeket, az RX 5700-at és a GTX 1080-at. Remélem találkozunk akkor is, sziasztok!